Előszeretettel fogyasztották az érdeklődők a jellegzetes finomságokat Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzatának standjánál csütörtökön. A szabolcsi alma például szilárd és folyékony halmaz állapotban is megkóstolható volt, de helyet kaptak az asztalon más gasztronómiai különlegességek is, míg a vármegye idegenforgalmi látnivalóit kiadványok ismertették. Így mutatkozott be idén Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a budapesti Hungexpón rendezett 46. utazási kiállításon. Elsősorban persze itt a turisztikai látnivalókra, attrakciókra, épített örökségekre, természeti örökségekre és a gasztronómiára mutatunk rá a kiállításon. Hagyományosan Vásárosnövény önkormányzatával részt veszünk ezen a kiállításon. Hosszú évek óta nagy érdeklődés kíséri a kiállítás. Biztos vagyok benne, hogy a megyei turizmus ágazatának a fejlődéséhez, a számok megvalósításához hozzájárul ez a jelenlét is, ami egy megyei jelenlétet jelent. Korábban Kárpátalja önkormányzatával szerepeltünk ezen a kiállításon, most sajnos a háborús helyzet ezt nem teszi lehetővé. Az elmúlt évekhez hasonlóan a vármegyei önkormányzat standjánál Vásárosnamény és a Beregi térség különleges és széles turisztikai lehetőségei is megmutatkoztak. Tudjuk azt, hogy különleges adottságokkal megáltott térsége ez a vármegyénknek, hiszen 4 folyó ölésében fekszik városunk, és azt is tudjuk, hogy közel 300 kilométernyi kerékpározható töltéskoronánk van, amivel szervesen beilleszkedik a középkori templomok útja is, és akkor ezáltal el is érkeztünk az utazáshoz, a turizmushoz, hiszen nagyon sokan azért látogatnak el hozzánk, mert tudják azt, hogy nagyon jókat lehet bringázni, azt tartalommal is meg lehet tölteni, lehet evezni a folyóinkon, ezáltal a víziturizmus középpontjába is került a térségünk, hiszen a Bereg Szívvédelőközpont rendre várja az ideérkező fiatalokat, gyermekeket is, és azt is tudom, hogy Szatmár-Bereg közös és különleges egyvelege az, ami nálunk megtalálható. A 46. utazás kiállítás külföldi díszvendége Bulgária, a belföldi Békésvár megye és Gyula városa. A 23 belföldi és 28 külföldi úti cél önálló standon kínálja utazásait, az érdeklődőket közel 150 kiállító várja. A kiállítás fókuszában idén az aktív és kalandturizmus áll. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkára megnyitón úgy fogalmazott, az esemény témaköre is azt mutatja, hogy mára jelentősen megváltoztak a nyaralási szokások. Nekünk az a feladatunk, hogy az emberek Magyarországon jól érezzék magukat, egészségesek legyenek, mozogjanak és éljenek aktív módon. És nagyon örülök, hogy az utazás kiállítás ezt ennyire fontosnak tartotta, és ez egyébként nem is véletlen, hogy így alakult. Hogyha megnézzük az utazási trendeket Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy az utazási szokások az elmúlt 30-40-50 évben teljesen átalakultak. Amikor én fiatal voltam, vagy egy gyerek, akkor kaptunk a szüleimmel egy 2 hetes szót beutalót Balatonra, ez minden évben előfordult. Hát én nem tudom, a 2 hetet a 4 fiammal, vagy a családommal én biztos, hogy nem élném túl olyan körülmények között, mint hogy a szüleink ezt túlélték velük. Teljesen mások a társadalmi igények. Ahogy elhangzott, mindenütt keresik az élményt, a kalandot, a kihívást a nyaralások során. A 46. utazás kiállítás egészen vasárnapig várja az érdeklődőket Budapesten, a Hungexpón.